Először is engedjék meg, hogy sikeres és boldog új évet kívánjak városunk polgárainak. Egy mozgalmas évet hattunk magunk mögött, a 2018-as évet. Azt hiszem, hogy látványos is volt, és a Dunaszerdei polgárok látták, hogy milyen beruházások történtek a városban. De hát, hogy konkrét dolgokról is beszéljek, tehát elsősorban azt kell elmondanom, hogy a múlt évben olyan beruházások, mint a Komenszki utcai utcának a felújítása, járdával egyetemben a sport utcának a felújítása. A múlt évben nem tudtak megvalósulni, és ebben az évben értelemszerűen a költségvetés tételei is átkerülnek a 18-as évből a 19-es évbe, és ezeket is szeretnénk megvalósítani. Tehát egy dolgos 2019-es év elé nézünk, de ezen kívül nem csak azok a beruházások lesznek megvalósítva 19-ben, amely 18-as évből kerülnek át a másik évben, hanem olyan beruházások, amelyet a képviselőtestület már előző időszakban döntött, stratégiai döntésként, például a központi konyháknak a a kiépítése. Ennek egy másik fázisa a Jellemnyicski utcai központi konyha megvalósítását tűztük ki célul. Tehát ez is egy ilyen prioritásként szerepel. De ugyanolyan prioritásként szerepel a városban a közlekedésnek a folyamatossá, biztonságosabb átétele. Tehát ebben a költségvetésben fogunk azzal is foglalkozni illetve alapot biztosítani a Sikabonyi temető melletti körforgalomnak a kiépítése, megyei beruházás és városi beruházás kapcsán. Tehát ez egy, egy együttműködésben fog megvalósulni, de hasonlóképpen szeretnénk folytatni a tehermentesítő út rácsatlakozását, amely a Nagyudvarnoki útól egészen a Komáromi útig. Tehát ezek a prioritások, amelyet figyelembe kell, hogy vegyünk. Természetesen az óvodáknál, iskoláknál is a felújítások, kisebb mértékben, de fog folytatódni. Ugyanakkor ígéretet tettünk a sikabonyiaknak, hogy a szabadidőparknak a képítését fogjuk megvalósítani. Ez egy következő etap lesz, ahol szintén a beruházások kapcsán fogjuk bővíteni a már elkezdett eszközöknek a megvalósítását, kihelyezését. Úgyhogy mindenkinek jó munkát kívánok, a a városi intézmények és a városi hivatal alkalmazottainak, hogy tudjuk ezeket a, a vállalásainkat megvalósítani az év végéhez.